Különleges látványban lehet része annak, aki Szabolcs Veresmartra látogat. A buckalak egy olyan civil kezdeményezés, amely közel hozza a természetet a fiatalok számára. Ilyen célokat is támogat a Nemzeti Együttműködési Alap, amelynek 2021-es civil pályázatai már tavaly októberben megjelentek. A szervezetek és alapítványok december 12-ig adhatták be kérelmeiket. A civilek működését segítő támogatási összegek évről évre folyamatosan növekedtek. össze minden eddiginél nagyobb 9,3 milliárd forintos keretösszegre pályázhattak az érdekeltek. Ez uh, idén uh, több mint 10 milliárd forint, ami a van benne. Ez, ez nem is tudom, szóval. indultunk három évvel ezelőtt, akkor uh, olyan 5 milliárd valamennyi volt. Uh, most több mint 10 milliárd, de egyébként jó része az, az oka, hogy a, hogy a nea a kerete ugye egy olyan keret, ami folyamatosan nő, nem csökken, ez egy nagyon derék dolog egyébként, és azzal az összeggel nő, amit nem rendelkezünk magánemberként, a civil egy százalékunkról. Tehát ha nem rendelkezünk, akkor az a, az a civil egy százaléknak az összeg, az bemegy a NEA alapba. Ezért minden évben olyan másfél milliárddal nő a, a nea a kerete. Szabolcs szatmár Bereg megyében több mint 3000 civil szervezet működik, az őszi pályázati aktivitás pedig kiemelkedő volt. Az egyszerűsített és az összevont pályázati lehetőségre összesen több mint 400 civil szervezet nyert támogatást, megközelítőleg 450 millió forint értékben. Szabolcs szatmár Bereg megye a civil élet szempontjából az egyik legerősebb megyénk. Tehát itt a pályázati aktivitás terén, az elnyert összegek terén, az összes 19 plusz ugye főváros megyével együtt, megye között szabolcs szatmár bereg az egyik legelőkelőbb helyet foglalja. Tehát ez azt mutatja, hogy itt a, a civil élet jól működik. A helyettes államtitkár hozzátette, mindebben nagy szerepe van a Hieroteos Egyesületnek és a civil közösségi szolgáltató központnak, általuk ugyanis a civil szervezetek képviselői évről évre pontos tájékoztatást kapnak a pályázati lehetőségekről.